Köszönöm szépen. A Szexárd Inhumán Szolgáltató Központ vezetője köszönte meg és vette át azokat az adományokat, melyeket a helyi polgármesteri hivatal dolgozói és egy vállalkozás közösen ajánlott föl a rászoruló családoknak. Toláciné Varga Zsuzsanna azt mondja, az idén a legnagyobb igény az élelmiszerek iránt van, de a gyerekeknek fontos a karácsonyfa alá kerülő játék is. Megmondom őszintén, hogy nagyon nagy szükség van erre az összefogásra és erre a segítségre. Nagyon sokan vannak, akiknek ez a csomag és ez az ajándék jelent nagyon sokat, vagy szinte azt is mondhatom, hogy itt hirtelen a karácsonyi készülődésben óriási nagy segítséget jelent. Úgyhogy hálás köszönet mindig az adományozóknak, hogy gondolnak arra, hogy vannak olyan családok, akiknek erre szükségük van. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai idén hagyományteremtő céllal szervezték meg a gyűjtést. A kezdeményezésben szinte mindenki részt vett. A polgármesteri hivatalon belül a polgármester úr kérésének megfelelően a hivatali dolgozók hoztak adományokat, gyűjtöttek a nagycsaládosok részére, amit a Humán Szolgáltató Központ fog majd a megfelelő helyre eljuttatni. A programhoz csatlakozó vállalkozás 10 családnak egyenként 20 ezer forint értékű élelmiszercsomagot állított össze. A csomagban van alapvető élelmiszer, édesség, szalámi, szalonna, kis sonka, tehát minden, amit így föl tudnak használni karácsonykor, és ami boldogabbá, szebbé tudja tenni az asztalt és az ünnepet. A csomagokat még szenteste előtt eljutatják a Humán Szolgáltató Központ munkatársai azoknak, akiknek gyűjtötték azokat.